Esti Gyors, a hírek háttere. Mint azt az imént a hírekben is hallhattuk, egyszeri azonnali juttatást javasol az MSZP a koronavírus járványban leginkább érintett egészségügyi és szociális szférában dolgozóknak. A vonalban itt van velünk Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Milyen pénzügyi összhatással járna az önök által javasolt intézkedés, amit Kunhalmi Ágnes mondott el, illetve ráhivatkozva itt hallhattunk a hírekben? Nagyságrendileg annyi, amennyit a rendőrök kaptak ebben az évben, hiszen pontosan tudjuk, hogy a rendőrségnél meg tudták oldani az egyszeri juttatást a rendvédelmi szervek dolgozóinak, akkor meg fogják tudni oldani az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozók számára is, hiszen ez az az ágazat, ami a legmostohább volt az elmúlt időszakban, főleg a szociális ágazatban dolgozók, és most ez a kormány meg tőlük várja el, hogy gondoskodjanak az idős beteg emberekről, és azokról az idős emberekről, akiket most arra kér, hogy maradjanak otthon. Tehát ez a minimum, amit meg lehetne tenni, de nagyon sok forrást meg tudok rá jelölni, 150 milliárd forint a propagandára, 30 milliárd forint Moldávia számára, több milliárd forint külföldi foci akadémiákra, és akkor arról nem is beszélve, hogy a háttér oligarha hálózat, Mészáros Lőrincen keresztül hány száz milliárdot hordott ki a költségvetésből, biztos vagyok benne, hogy meg lehetne teremteni ennek a forrását. Azok számára, akik ott vannak a fronton, és ott lesznek az elmúlt hetekben, akik rólunk fognak gondoskodni, esetleg minket fognak gyógyítani. Olvasom azt is, hogy hatósági árbevezetését szintén kezdeményezi az MSZP alapvető élelmiszerek esetén. Reggel a hírekben volt szó arról, hogy csirkemell ára drámaian megugrott, talán legalább az egyik piacon, de nem tudom, mennyire általános ez a tapasztalat. Mérik-e, vannak-e általánosítható tapasztalataik arról, hogy ebben a helyzetben alapvető élelmiszerek, beszerzési cikkek ára jelentős mértékben indokolatlanul voltak éppen megugrik? Igen, sajnos ez egyre inkább jellemző. Most ugye, amikor a termelők arról tájékoztatják a közvéleményt, illetve akik ennek a kereskedelemmel foglalkoznak, hogy amúgy van elegendő mennyiség, és hozzá is lehet férni, jutni, most nyilván van egy felvásárlási láz, akkor nagy valószínűséggel nyerészkednek a magyar embereken azok, akik lényegesen drágábban adják most a húst, hogyha van elegendő mennyiség. És azt mondták, hogy van elegendő mennyiség, ennek a legjobb megoldása az árak befagyasztása, a hatósági árbevezetés, de ez vonatkozik egyrészt a védőfelszerelésekre is, ez a javaslatunk, illetve a fertőtlenítő szerekre, hiszen ott is horrorisztikus híreket lehet hallani. A fogyasztóvédelmet pedig ez a kormány ugyancsak szétverte, tehát minden olyan, ami az emberek mindennapi életét segítette volna, szétverték, tehát alkalmatlan arra, hogy ezt ellenőrizze. Ez sem, azt gondolom, hogy egy egyedi példa, hiszen Szerbiában például be tudták vezetni, azt gondolom, hogy akkor Magyarországon is be lehet vezetni. Még egy dolgot röviden érintsünk, hogy katonák jelennek meg kiemelt fontosságú üzemekben, létesítményekben, munkahelyeken. Hogyan látja ezt az MSZP, mi a véleménye erről? Ugye ezzel kapcsolatos jogszabályt már korábban megalkotta a Fideszes országgyűlési többség. Én ezt nem tudom megítélni, hogy mennyire lesz hatékony, nem ismerem a magyar honvédségnek azokat a szakértőit, akik életükbe vezettek már céget, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy ez hogy fog működni, de az, hogy kiemelt nemzetgazdasági érdekeltségű cégeket biztosítanak, védenek, az azt gondolom, hogy nem probléma, ha az alkotmányos kereteket, a jogállamiság kereteit betartják. Nagyon köszönöm Tóth Bertalannak, az MSZP elnökének, viszont hallásra. Köszönöm szépen, viszont hallásra.